összegyetemi szinten csatlakozott a Gál Ferenc Egyetem az országos szervezésű Válts egy mosolyt csokira jótékonysági programhoz. Az egyetemi gyűjtőpontokon december 5-ig várják az édességeket, amelyet az Ágota Alapítvány által támogatott állami gondoskodásban élő gyermekek kapnak meg Mikulás alkalmából. Az Ágota Alapítványt az egyetemen keresztül ismerte meg Szöllősiné Bíró Brigitta. Az önkéntes munka igazi szívügyévé vált az elmúlt egy évben a hallgatói önkormányzat vezetőjének, amit elsősorban az alapítványnál végzett gyakorlati képzéseknek köszönhet. A gyulai kar hallgatója elmondta, az önkéntesség és a jótékonysági akciók új utakat indítottak a hallgatói önkormányzatok között. Képzés során is ugye egy a személyiségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, és pont ezért mindenki tényleg megtalálhatja azt, amit szeretne, és igazából pont mostantól már vágyunk is, hogy ne csak a kar, hanem a Gál Ferenc Egyetem összes többi kar, és kicsit így a szorosabb együttműködés jegyében a karok között minél nagyobb, tehát hogy minél nagyobb összefogás legyen, ezért őket is, tehát a többi kart is jobban bevonni, akár például a mostani adománygyűjtésbe, illetve bármilyen más programba, amit így szervezünk. A Gál Ferenc Egyetem az idén először csatlakozott az országos édességgyűjtő kezdeményezéshez, mondta Homoki Andrea. Ugyanakkor a gyulai karon már sok éves hagyománya van annak is, hogy az adventi időszakban jó szolgálati irodát működtetnek különböző adománygyűjtő akciók szervezéséhez. A tanszékvezető hangsúlyozta, az Ágota közösség a gyulai kar egyik kiemelt gyakorlati partnere, ezért is van különös jelentősége a Válts egy mosolyt csokira programnak. Nagyon sokrétű együttműködésben és összekapcsolódásban állunk velük. Többek között a szociális munkaképzésünk duális partnerintézménye is a közösség és a közösséghez tartozó Szegedcsanádi Egyházmegye által fenntartott gyermekvédelmi szolgáltató, nevelőszülői és lakásotthoni hálózata. Ez a gyűjtés, ez országos szintű gyűjtés, és ahogy említettem, ezt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kezdeményezésére megvalósítják országszerte köznevelési intézményekben. Az egyetemi szintű gyűjtés ehhez mi az együttműködés kapcsán csatlakoztunk ebben az évben, azért is, mert az első év folyamra nagy örömünkre több ágotás munkatárs beiratkozott az idén, és ezzel is szeretnénk az ő munkájukat segíteni és kifejezni a tiszteletünket a Gál Ferenc Egyetem hallgatói közössége nevében. December 5-ig várják az édességeket az egyetemi kampuszokon, remélve, hogy az apró figyelmességekkel mintegy 7000 család nélkül nevelkedő gyermeknek sikerül mosolyt varázsolni az arcára.